Megveszi az állam az MKB-t, hatalmas leépítésre készül a Magyar Telekom, és minden eddiginél súlyosabb szankciókat kaphat Oroszország. Ez a Privátbankár híradója 2014. július 24-én egy óra van, egy órakor. Köszöntöm Önöket, Balla Györgyi vagyok. A magyar állam veszi meg az MKB bankot, tudósít a Reuters, a vételár 55 millió euró. A tulajdonos Bayern LB 270 millió euró leánybankkal szembeni követelést engedett el. A tervek szerint az ügylet szeptemberben zárul majd. 1700 munkavállalójától válik meg a következő két évben a Magyar Telekom, jelentette be a társaság. A létszámot több ütemben csökkentik, a munkatársak egy része az idén, másik része pedig jövőre távozik a vállalattól. A Magyar Telekom az intézkedéstől versenyképességének javítását reméli. Az eddigieknél sokkal súlyosabb Oroszország elleni szankciókról tárgyalnak az Európai Unió diplomatái. A Financial Times úgy értesült, hogy még az olaj- és gázvásárlások leállítása, az orosz részvény- és kötvényvásárlások megtiltása is szóba került. Merkel német kancellár is azt sürgeti, hogy minél gyorsabban be kell vezetni az újabb gazdasági szankciókat Oroszország ellen, mert semmi sem utal arra, hogy az orosz vezetés támogatná az ukrán válság békés rendezését. A magyar tőzsde ma is gyengén teljesít, az esést most is a Richter vezeti. A gyógyszergyár bevételeinek becslések szerint 25-30%-át adja az orosz és ukrán piac, nem véletlenül esik napok óta a tőzsdén. Most 3,1%-os mínuszban van az előző napi záráshoz képest, de veszített értékéből a MOL és az OTP is, az M-Telekom pedig 0,8%-ot erősödni tudott. Az idei második negyedévben 237%-kal nőtt éves alapon a Facebook nyeressége, elérve ezzel a 791 millió dollárt. A bevétel 61%-kal ugrott meg, és 2,91 milliárd dollár lett. A Facebook közösségi oldalának folyamatosan nő a felhasználói köre. A második negyedévben 1,32 milliárd ember legalább havonta egyszer bejelentkezett a Facebook oldalára. Az oldalt napi rendszerességgel látogatók száma pedig 829 millióra nőtt júniusra. A főpolgármester kormánygaranciát vár a 3-as metró felújítására. Tarlós István a Népszabadságnak úgy nyilatkozott, a fővároson a 3-as metró ügyében már semmi sem múlik. Ha a kormány fölemeli a sorompót, már holnap el tudják kezdeni a felújítást. Ellenkező esetben gondolkodás és félelem nélkül leállítaná a főpolgármester a 3-as metrót. Prés 2014 névvel indít akciót a NAV. A kannásborokra utaznak az ellenőrök. Azt szeretnék megakadályozni a következő két hónapban, hogy az Unióból Magyarországra feketén szállított silány minőségű borok a polcokra kerülhessenek. Délután 4 órakor lesz legközelebb Privátbankár híradó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.